Immár a 11. Arak aktív városi döntőt rendezték szombaton. A 10 székesfehérvári iskola pedig új helyszínen a tavaly átadott regionális atlétikai központ célegyenesében rendezvúzott. Az időjárás nem fogadta éppen kegyeibe a résztvevőket, de ez nem nagyon zavarta a gyerekeket, akik a megszokott lelkesedéssel hajítottak, dobtak, ugrottak és futottak. Nem titkolt szándékunk, hogy valamiféle utánpótlás találó vagy kereső funkciója is van ennek a versenysorozatnak, és ha már atlétika, amelyik egyébként szabadtéri sportág, és ezek között a gyerekek között reményeink szerint sokan vannak, akik majd később sportolni, nálunk fognak sportolni, akkor legalább a helyszínt ismerjék meg. Azt a helyszínt, ahol, mint tudjuk, világsztárok, felnőtt magyar bajnokok megfordulnak, és ahol edzünk mi is. Nagyon fontos, hogy játékos módon a diákok hétvégén is sportoljanak, és itt természetesen nem csak arról szól, hogy most melyik iskola, melyik osztálya a legjobb, hanem hogy közösségben legyenek és próbáljanak minél több időt sportolással eltölteni. Azt gondolom, hogy ez nagyon pozitív, és pozitív az is, hogy kicsit kijöttünk a természetbe, a szabadba, és a új helyszínen, a Bregyó Közatletikai Centrumban rendezi meg most idén az Arak az aktív döntőjét, hiszen pontosan ezért is építettük ezt a gyönyörű centrumot, hogy az amatőröktől a profikig, a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki használni tudja. Az Arak aktív tavaszi döntőjét ismét a Tóvárosi iskola nyerte meg, pedig nem kezdték jól a napot, a kislabda hajítással majdnem eldobták maguktól a győzelem lehetőségét, de a további három versenyszámban jól teljesítettek a tóvárosi tanulók, így az ő nyakukba kerültek azok a bizonyos aranyérmek. A dobásokkal nem kezdtük jól, a célba dobásokkal, de utána egyre jobban, és a jokereket is jól használtuk ki az évfolyamoknál. Összetettben a Tóvárosi mögött a hétvezériskola lett a második, míg a bronzérmet a színatéris diákok szerezték meg. Folytatás ősszel, amikor is jön a 12. Arak aktív városi döntő.